Áldás békesség! Isten igét olvasom Máté Evangélium a 21. részének 28-tól 32-ig terjedő verseiből. Erről pedig mit gondoltok? kérdezte Jézus a főpapokat és a nép véneit. Egy embernek volt két fia. Az elsőhöz az fordulva ezt mondta. Fiam, menj el dolgozni ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát és elment azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt, megyek, uram, de nem ment el. Kiteljesítette a kettő közül apja akaratát. Azt felelték az első. Jézus erre ezt mondta nekik, bizony mondom nektek, hogy a vámszedők és a parázna nők előttetek mennek be az Isten országába. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki, a vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Elsősorban szeretném elmondani, hogy Jézusnak ez a példázata számomra teli találat. Ifjú koromban, amikor édesanyám megkért, hogy tegyek meg valamit, vagy végezzek el valamilyen munkát, az első válaszom legtöbbször a nem volt. De ahogyan kimondtam a nemet, nem sokára Isten is megszólalt bennem, és belül a lelkemben elszégyelve magamat elindultam megcselekedni azt, amire kért. Emlékeztetett Isten arra is, hogy Ő egy életen át szolgál engem, fáradozik életem, milyen helytelen volt nemet mondani azt a kis feladatot, amire kért, valójában nem is olyan nagy dolog megtenni. Így vagyunk Istennel is. Ha rádöbbenünk, hogy ő mennyi mindent tett érettünk, akkor szó nélkül indulunk cselekedni az ő akaratát. A másik fiú spontán gondolkodás nélkül igent mondott apja kérésére, de később mégsem ment el dolgozni a szőlőbe. Az elhamarkodottan ígérgető gyülekezeti tagok, barátok tábora nagyon nagy akik sokat ígérnek, de nagyon keveset, vagy semmit sem tesznek meg abból, amit vállaltak. Hadd kérdezzem meg, te melyik csoporthoz tartozol? Sok nemmel szomorított szüleidet, mennyei atyádat, vagy könnyen, gondolkodás nélkül túl sok mindent ígérsz, vállalsz magadra, de végül nem végzed el elvállalt feladataidat. Ez nem jó bizonyságtétel. A legjobb lenne alázattal engedelmeskedni, és Isten segítségét kérve véghez vinni szüleink és mennyei atyánk kérését, illetve elvállalt feladatainkat. Ha ígértél valamit házastársadnak, gyermekeidnek, szüleidnek, és még megteheted, akkor tedd meg Isten dicsőségére és a körülötted élők örömére. Amennyiben azok már nem teljesíthetőek, akkor kér bocsánatot tőlük. Másodszor Jézus rámutat a papok és a vezetők hitetlenségére. A példázat végén a Jézus által feltett kérdésre kiteljesítette a kettő közül apja akaratát, helyesen válaszoltak. Ekkor Jézus érthetővé tette, hogy ebben a példázatban róluk van szó. Ma pedig rólad, rólam, rólunk van szó. Eljött keresztelő János, hirdette a megtérést. Rámutatott Jézusra, az Isten bárányára, aki elveszi a világ bűneit. De ők nem hittek neki. A paráznák, vámszedők bűnösök pedig hittek. Ezek élete látványosan, számukra is látható és bizonyságtevő módon megváltozott. Bebizonyosodott tehát, hogy keresztelő János Isten küldötte, nem egy csaló prédikátor, hanem Istenhez téríti az embereket. Ők pedig mindezt látva, még utólag sem bánták meg engedetlenségüket és ellenszegülésüket. Nem tértek meg Istenhez, nem fogadták el Jézust Isten fiának. Harmadszor hadd kérdezem meg: te hiszele? Meghoztad a jó döntést. Te hiszed, hogy amit keresztelő János hirdetett, az fontos, térj meg, mert elközelített Isten országa. Hiszed, hogy Jézus az Isten fia. Képes megbocsájtani a te bűneidet is? Utólag ezt felismerve teljesíted Isten akaratát, vagy azok közé tartozol, akik tudják, mi Isten akarata, de mégsem teszik, még mindig hanyagolják akaratának teljesítését, és emiatt nincs békességük. Ha valamikor régen, vagy mostanában te is nemet mondtál Isten hívására, milyen jó, hogy most újra gondolhatod döntésedet, és az azóta történtek fényében újra értékelve a dolgokat, a nem után most igent mondhatsz Krisztus hívására. Mond, Ura, mit vagyok, segíts teljesítenem a te akaratodat. Amen.